Mától újabb emeletes vonat közlekedik a Budapest-Vác szob vonalon, ezzel jelentősen csökken majd a zsúfoltság a járatokon. Ez már a harmadik KISZ vonat, ami forgalomba áll, de pár év múlva akár 40 modern szerelvény is közlekedhet. A MÁV úgy számol, hogy 2 év múlva az elővárosi szakaszokon csak új motorvonatok járnak majd. Nagyszülők siettek az unokájukkal, hogy elérjék a délutáni Vác felé közlekedő vonatot a nyugati pályaudvaron. A szerelvényen akár babakocsival, kerékpárral és rollerrel is lehet utazni. A 150 méter hosszú KISZ-re ezúttal olyan fiatalok is felszálltak, akik régóta szerették volna kipróbálni a vonatot. Mikor volt még múlt évben a KISZ simogatás, akkor szerettünk volna októberben nagyon, viszont nem maradtunk róla sajnos. Mert alapjáton Székesfehérvár, én pedig Miskolcról vagyok. Most itt jártunk a Nyugatinál, megnéztük, hogy tényleg mikor indul a KISZ, és úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk pár megállóra. Nem ők voltak az egyetlenek, akik először utaztak a motorvonattal. Van, aki szerint a külföldi pályaudvarokon is megfordulnának utána. Most utazom először ilyen emeletes vonattal, szerintem nagyon szép. Én legutoljára Olaszországba utaztam hasonlóval. A napi utasszám a Budapest-Vác-Szob vonalon megközelíti a 35 ezret. Az utasok kényelmét korszerű utastájékoztató, kamerarendszer, babakocsi és kerékpártároló, valamint telefontöltésre is alkalmas konnektorok növelik. Én nagyon szeretem ezt a vonatot, úgyhogy kényelmes, szeretem a légkondit. Minden nagyon szép rajta, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. A vonaton egyszerre 600-an utazhatnak. Ebből a típusból a következő években összesen 40-et használhatnak majd az utasok, ami 24 ezer új ülőhely kapacitást jelent. Az első emeletes vonat augusztus közepén indult útnak újra a Budapest-Vác-Szob vonalon, a második szeptember 21-én a Ceglédi vonalon. A budapesti agglomerációban ezek a legforgalmasabb szakaszok. Így ezen a vonalon kettő ilyen emeletes szerelvény szállítja az utasokat. Ez azt jelenti, hogy munkanapokon a Ceglédi vonalon 10 járat az, ami emeletes motorvonattal közlekedik, a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon pedig 20 járat indulásnál emeletes vonatokkal találkozhatnak az utasok. Budapest elővárosi vasútvonalain zajlik az ország személyszállítási forgalmának döntő többsége. Ezért a vasúttársaság tervei szerint 2022 végére ezeken a szakaszokon csak ilyen és ehhez hasonló motorvonatok szállítják majd az utasokat.